Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet, azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Szlovénia, Ausztria és Olaszország. Szlovéniával kezdünk, melynek belügyminisztere szerdán Máltára látogatott, ahol találkozott a máltai belügyminiszterrel és az EU menekültügyi ügynökségének ügyvezető igazgatójával. A megbeszélések középpontjában a migráció volt. A részletekért most Lendvára kapcsolunk Magyarovics Mirjánához. Nos, konkrétan miről tárgyalt a két fél, tehát a szlovén és a máltai fél, és Szlovénia jelenleg mekkora migrációs nyomás alatt áll? Szép jó reggelt kívánok! Bostyán Poklukar szlovén belügyminiszter szerdán Vallettában járt, ahol találkozott Byron Camilleri máltai külügyminiszterrel. A megbeszélésük középpontjában a migráció, a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásának előkészítése, valamint a terrorizmus állt. A két miniszter egyetértett abban, hogy különösen a migráció területén mindkét ország hasonló kihívásokkal néz szembe, amelyek közös és gyors választ igényelnek. Meggyőződésük, hogy a harmadik országokkal való együttműködés kulcsfontosságú és jelentős hatással van a migrációs áramlások csökkentésére. Különös figyelmet fordítottak a migrációs és menekültügyi paktumra, amelyben a tagállamok közös célja a menekültügyi és migrációs rendszerek teljes körű végrehajtása és összehangolása, ez pedig egy hatékony és megbízható információs rendszer létrehozása kell, hogy kövesse, mivel az interoperabilitás a paktum végrehajtásának egyik kulcseleme, hangsúlyozta Poklukar szlovén belügyminiszter, majd hozzátette, hogy Szlovénia nemzeti szinten fokozza tevékenységeit annak érdekében, hogy az új uniós jogi keretet gyorsan és hatékonyan ültesse át a nemzeti jogba. Mint ismeretes, Szlovénia baloldali kormánya végig támogatta a paktum elfogadását, most pedig eltökélt abban, hogy bár ez kihívást jelent majd a számára, a paktumot mielőbb implementálja és végre is hajtsa. Poklukar Máltán találkozott Nina Gregorival, az Európai Unió menekültügyi ügynökségének ügyvezető igazgatójával is. Mindketten jónak és hatékonynak értékelték Szlovénia és a menekültügyi ügynökség közötti együttműködést. Azon rendszeres tevékenységeken túl, amelyekben az ügynökség létrehozása óta részt vesznek a szlovén belügyminisztérium szakértői, az együttműködés 2022. decemberében tovább erősödött egy operatív terv megkötésével, amelynek keretében az ügynökség idén június végéig operatív támogatást nyújt Szlovéniának a menekültügy, a befogadás és az ideiglenes védelem területén. Poklukar és Gregori a migrációs és menekültügyi paktumról is tárgyaltak. A migrációs ügynökség ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az ügynökség teljes körű támogatást nyújt az uniós tagállamoknak az új szabályok összehangolt gyakorlati végrehajtásában. És kérdeztet, Szlovénia jelenleg mekkora migrációs nyomás alatt áll, biztató adatokkal nem tudok szolgálni. A rendőrség még csak az év első három hónapjára közölte az összesített adatokat, ezekből kiderül, hogy közel 10 000 határsértőt fogott el, ez a tavalyi év azonos időszakához képest 18%-os növekedést jelent. A migrációs nyomás pedig áprilisban és májusban sem csökkent, legalábbis erről tanúskodnak a napi beszámolók. A rendőrség ugyanis csak májusban, vagyis az elmúlt 10 nap alatt több mint 1200 határsértőt vett nyilvántartásba. Ausztriában a jövő héten már életbe is lép az Osztrák Néppárt által néhány napja bejelentett családegyesítési szigorítás. Gerhard Karner belügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a rendelettel nagy mértékben növelik a menedékkérők DNS vizsgálatainak a számát. Kismartonból Köves Andrea jelentkezik a részletekkel. Nos, vajon mit jelent mindez a gyakorlatban, és milyen eredményeket várnak tőle?
Jó reggelt kívánok! Ez azt jelenti egyébként a gyakorlatban, hogy eddig körülbelül 1%-át tesztelték a menedékkérőknek, most ez 50%-ra fog növekedni. Magyarán tehát minden második menedékkérő DNS-tesztnek lesz alávetve. Ez is bizonyítja azt, hogy a családegyesítés súlyos problémákat okoz Ausztriában, illetőleg, hogy nagyon sok az ezzel kapcsolatos visszaélés, bár pontos számadatokat a belügyminiszter nem közölt. Annyit még elmondott, hogy Karl Nehammer szövetségi kancellár nyomására sikerült ennyire gyorsan ezt a rendeletet tető alá hozni. Ebben az az érdekes, hogy a kormányzó osztrák néppárt koalíciós partnere, a zöldek nem értettek egyet ezzel a rendelkezéssel, mégis jövő héttől már életbe is lép. A gyakorlatban azt jelenti, hogy ugye ez elsősorban a nőkre, illetve a kiskorú gyerekekre vonatkozik, hogy a kijelölt helyeken, a nagykövetségeken végzik el ezeket a genetikai teszteket előfinanszírozás alapján. Egy ilyen teszt 250 euróba kerül, és a menedékkérőknek kell ezt állniuk. Hogyha kiderül, hogy valóban jogos a családegyesítés kérése, akkor lehet ezt az összeget visszaigényelni. További szigorítások is várhatók egyébként, amelyek az okmányokra vonatkoznak. Eddig elég volt az útlevelet mellékelni egy családegyesítési kérelemhez. Most azonban a kiskorú gyerekeknél kell az születési anyakönyvi kivonat, házastársaknál pedig a házassági anyakönyvi kivonat. A belügyminiszter egyébként azt szorgalmazza, hogy még nagyobb szigorítások kellenének, nem csak Ausztriában, hanem tulajdonképpen EU szinten a családegyesítések terén. Amit ő nagyon fontosnak mondott, az az, hogy a családegyesítéseknél bizonyítani kellene a már menedékjogot kapott menekültnek, hogy dolgozik, tehát nem szociális segélyből tartja fenn önmagát, hiszen hogyha a családegyesítés emellett történik meg, akkor az már garantálható, hogy később nem tudja majd a családját eltartani. Egyébként Ausztriában a belügyminisztériumi adatok szerint az elmúlt 3 hónapban mintegy 7000 új menedékkérő volt. Ennek mintegy egyharmada 0 és 7 év közötti kisgyerek, és hát rendkívül megnőtt a női menedékkérőknek a száma, többségük pedig szír állampolgár. A családegyesítések Bécsben okozzák a legnagyobb problémát méghozzá az általános iskolákban, hiszen eddig is túlzsúfoltak voltak az osztályok és tanárhiánnyal küzdöttek. Most a létszám hónapról hónapra ebben a korosztályban emelkedik. Ezt konténeriskolák építésével próbálják megoldani, ám a tanárhiányra ez semmiképpen nem jelent megoldást, illetőleg súlyos problémát okoz a nyelvismeret hiánya, vagy a nem alapos német nyelvismeret hiánya. Ez azt jelenti, hogy a menedékkérő gyerekek nem tudják követni az órákat, és az integrációt ez a problémakör el lehetetleníteni az oktatás területén. Körképünket Olaszországgal zárjuk. Milánóban egy marokkói bevándorló megkéselt egy rendőrt. Néhány órával később egy másik rendőr tüzet nyitott egy agresszív egyiptomira, akit nem tudott másképpen feltartóztatni. A közbiztonsági helyzet romlásáért a jobboldali kormányerők az utóbbi években a teljesen ellenőrizetlen és illegális bevándorlást teszik felelőssé. Az ellenzék a hatóságoktól szorgalmaz határozottabb fellépést. A csak nem 1,5 millió lakosú Milánóban több mint 1000 rendőr szolgál az utcákon. Rómából most Sárközi Júlia jelentkezik a részletekkel. Nos, mi okozta a rendőrség és a migránsok közötti affért összecsapást, és mi a valós közbiztonsági helyzet? Jó reggelt kívánok! Olaszország második legnagyobb városában az utóbbi 24 órában 2 támadás is történt rendőrök ellen, migránsok részéről. Mind a 2 agresszió a város vasútállomásai körzetében történt, hiszen biztonsági szempontból ezek a legveszélyesebb térségek Milánó városában. Az első esetben egy marokkói bevándorló kövekkel dobált meg vonatokat és utasokat is, a rendőrség fellépésére agresszíven válaszolt, összeverekedett a rendőrökkel, és az egyik rendőrt a vese tájékán 3-szor megszúrta. A rendőr még nincsen túl az életveszélyen. A marokkói férfiről kiderült, hogy több mint 20 névvel szerepelt a rendőrségi nyilvántartásban. 2002 óta tartózkodik Olaszországban, többször kisebb-nagyobb bűncselekményekért börtönben is ült. 2-szer már kiutasították Olaszországból, de az ország területét nem hagyta el. A második
második esetben egy egyiptomi férfiről van szó, aki szintén a vasútállomáson összeverekedett egy marokkói bevándorlóval, bekísérték a vasúti rendőrség épületébe, amikor onnan kilépett, akkor félmeztelenre vetközött és fenyegette a rendőröket. A rendőr állomás videokamerája rögzítette a felvételeket, ezen azt látni, hogy a férfi kisebb-nagyobb kövekkel próbálja meg eltalálni a rendőröket, akik először elektromos sokkolóval, majd pedig egy lövéssel tartóztatták fel, a bal vállán sebesítették meg. Ebben az esetben az egyiptomi állampolgár nemzetközi menedékkérelmet nyújtott be az olasz hatóságokhoz. Természetesen mind a két eset azonnali vitát váltott ki Olaszországban. A miniszterelnök helyettes, a jobboldali liga vezetője Matteo Salvini azt mondta, hogy zéró tolerancia van azokkal szemben, akik az olaszországi utcákat háborús helyszínné változtatják, és erőszakosak a rendőrökkel szemben. Az ellenzéki milánói polgármester Giuseppe Sala határozottabb fellépést sürgetett a hatóságok részéről, az olasz belügyminiszter Matteo Piantedosi pedig emlékeztetett, hogy több mint 1300 rendőr szolgál az 1 milliós Milánó utcáin, de nyáron további 150 rendőrrel erősítik az ellenőrzést. Tavaly 98 esetben támadtak rendőrre vagy hatósági személyre Olaszországban a migránsok. A probléma az olaszországi utcákon kallódó migránsok képviselik, ugyanis semmiféle integrációban nem részesülnek, bűncselekmény esetén sem tudják őket kiutasítani az utcá, az országból, itt maradnak Olaszországban. Tavaly 157 ezeren érkeztek, és alig 20 ezer bűncselekményt elkövető, vagy biztonsági szempontból veszélyesnek ítélt személyt sikerült kitoloncolni. Mai migrációs körképünkben tehát Szlovéniából, Ausztriából és Olaszországból hallhattuk a legfrissebb információkat. Tudósítóinknak nagyon szépen köszönjük!